akkor az Aldi 13 vértanúra emlékezünk. Ezeken az ünnepi beszédek során sokszor elhangzik, hogy mi is történt az utolsó napjukban, miről szól az utolsó levelük a feleségükhöz, rokonokhoz, miként végezték ki őket. Én most arról kívánok röviden beszélni, hogy vajon hogy kerültek oda az aradi akasztófa, illetve kivégző osztag elé, miért pont ők 13-an. Ez a könyv, amit nálam van, az 1848-as császári királyi hadsereg sematizmusa, vagyis a névtára. Ebben szerepel több ezer tiszt beosztás szerint, illetve persze a királyi és császári családnak a rokonsága, ismerősei, mindenki szerepel benne. Ez a sok ezer tiszt, német, osztrák, magyar, lengyel, cseh, olasz, különböző helyről jöttek, egyetlen fontos ismérünk volt, ami révén be lehetett kerülni ebbe a könyvbe, hogy mindenkinek császárhűnek kellett lenni. Nem érdekelte az udvart különösebben az, hogy ki milyen nemzetiségű, ki milyen származású, bár az bizonyos beosztások fölött már azért fontos volt, a császárhűség volt a legfontosabb. Természetesen az a tisztikar is, mint minden tisztikar mindenkor, meglehetősen rétegzett volt, lenyomata a társadalomnak. Császárhűek voltak mindannyian, de gondolkodó emberek, akik figyelték a világ eseményeit, figyelték a világ sorsát, és benne a birodalomnak a sorsát, fejlődését, vagy nem fejlődését. 1848, Franciaországban már a második köztársaság időszaka, a tengeren túl, az óceánon túl, Amerika a függetlenségi nyilatkozat szellemében demokratikus berendezkedésű, miként Anglia. Új szelek fújdogálnak Európába, de az osztrák császárság mozdulatlan, Clemens Metternich kancellár határozza meg, mi is történik a birodalomban, illetve határozza meg azt, hogy semmi ne történjen a birodalomban, ami előre mutatna, ami a fejlődést jelentené. Ezek közül a tisztek közül nagyon sokan részt vettek a lengyelek szabadságküzdelmének a leverésébe, ahol az udvar nagyon kegyetlenül a parasztokat kijátszó uraik ellen verték le ezt a szabadságharcot. De részt vettek az olasz egységmozgalmak küzdelmeinek a leverésében is, és ezekről volt véleményük. Este a kártyázás közben, italozás közben, zenehallgatás közben beszélgettek arról félrevonulva, hogy ami itt történik, az jó vagy nem jó, esetleg Magyarországon is történt hasonló, és akkor nekünk abban is részt kell venni. Megosztotta ez a sok gondolat a tiszteket, és így érkezünk el 1848-hoz, amikor egyik pillanatra a másikra a Magyarországgyűlés feliratát elfogadva az udvar megszületik az ünnep áprilisi törvényeknek az együttes törvénycsomagja, ami azt jelenti, hogy a Magyarországon állomásozó császári királyi csapatok a magyar kormány irányítása alá kerülnek. Ráadásul az új császár ezt május elején, majd június elején is megerősíti. Aki Magyarországon szolgál, aznak a magyar kormány kell szolgálnia. És az itt lévő tisztek csodálkoznak, hogy ez most micsoda? Akkor most mi császárik alatt valók maradunk? Vagy a magyar kormányra most le is kell ráadásul tenni az esküt? Most hogy lesz ez? És kimozdulnak a komfortzónájukból. Mert valóban ott vannak. Ő legtöbben békésen élik a csapat életüket, megnősültek, sok gyermekük van, mint például Schweidel Józsefnek, aki elvett egy lengyel feleséget, majd négy lánygyermek lett, egy fiúgyermeke, és úgy gondolta, hogy ott a Sándor huszár ezrednél, a bihari huszároknál majd szépen a karrierjét végigfutja, és majd valamikor nyugdíjba megy. De amikor ezt az ezredet, amelyik éppen Bécsben állomásozik, Magyarországra vezénylik, akkor kiderül, hogy a szöttes fölötte levő tiszt, az ezredparancsnok, a helyettes és idősebb őrnagyok, azok mind elmennek, hogy ők nem fognak Magyarországra jönni, Schweidel ott marad, és ő azt mondja, de én viszont hazaviszem a legényeim, mert a császári parancs az, hogy vigyem őket haza, és ott a magyar kormány rendelkezésre állva a drávai védvonalba vegyek részt, hogy nagyisten egy horvát betörés ellen Magyarországot védjen meg. Vagy Vécsei Károly, aki éppen lent a délvidéken, Nagybecskereken egy ilyen nagy kártyás és hát meglehetősen mulatos ember hírében állt, nőtlen, boldog ember, nem akart ő semmi különösebbet az élettől, csak egy szép katonai karriert, bár róla is fejezték, hogy azért amikor esténként szó kerül arról, akkor ha valaki nagyon nem szereti a császári házat, az ő. Nem szereti, nyilván ez nála ilyen családi vonás, hiszen az édesapja altábornagy, és valószínűleg egész gyerekkorában azt hallgatta, hogy a császárt mennyire kell szeretni, hát a gyerekek nyilván mindig azt csinálják, amit a szüleik nem mondanak, tehát annak az ellenkezőjét valószínűleg ez is közrejátszott, hogy nagyon nem szerette a császári házat. Nem véletlenül őt akasztották föl majd utoljára. És sorolhatnánk így tovább az aradi vértanúkat. Pöltenberg Ernőt talán még érdemes kiemelni, aki egy igazi osztrák ember volt.
Lengyelországban ő is részt vett a lengyel felkelés leverésében, nagyon nem értett egyet ebből a folyamattal, de hát teljesítette a parancsot, de azért találtott magának egy feleséget, lett három gyönyörű gyermek, 1848-ban 8-6 és 3 évesek voltak, amikor is őnek is Magyarországra kellett jönni az említett Sándor huszár ezreddel. Itt Magyarországon úgy fogadták, hogy hát ez egy igazi osztrák. Egészen biztos azért küldték ide az osztrákok, mert hogy ez egy ilyen beépített ember. Tehát görgények megfigyeltették, nem hittek neki sokáig. És a csatatéren karddal a huszárai élén kellett bizonyítani, hogy ő bizony nagyon komolyan gondolja ezt. Ő itt áll a magyar oldalon és a szabadság ügyéért. Itt álltak akkor is, amikor októberben bekövetkezik a fordulat, amikor Magyarország teljhatalmú királyi biztosává kinevezik Josif Jelasicsot, majd 2 héttel később Alfred zu Windischgrätzet, aki felszólítja a császári királyi tiszteket, hogy térjenek vissza a császárhűségre. Na de most ez mi? Hát mi nem tértünk le arról. Mi a császár parancsára, a magyar kormányra felesküdtünk. Mi a magyar kormányt szolgáljuk, és harcolunk a szerbek ellen, harcolunk a horvátok ellen, mi nem tagadjuk meg a császárunkat. Hogy térjünk akkor most vissza a hűségre? És akkor itt jönnek az egyéni döntések. Sokan visszatértek. Igen, Temesvára várparancsnok, Arad várparancsnok, Anton Puchner ott Erdélybe, bár ő is egyébként egy magyar ember volt, Selmesbányán született, a német neve ellenére. Ők igen, azt mondták, felmondják az engedelmességet a magyar kormánynak. Legtöbben nem. Legtöbben nem, és az ő neveket most ismerjük. Mert egy történelmi válaszút elé álltak, és ezen a történelmi válaszúton gondolkodó emberként döntöttek, amit úgy gondoltak, hogy helyes, amivel lelkiismeretük egyet tudott érteni, amellett döntöttek. Azon változások támogatása mellett, amit Magyarországon zajlik, és felismervén annak a haladó, társadalmilag és nemzetileg is haladó voltát, de van, aki egyszerűen csak azért, mert látta azt, hogy ez a fiatal honvédsereg, ami itt összeáll, ez egy olyan közösség, amely elszánt, amely morálisan is lényegesen felette áll a császári hadseregnek. A katonaság, a hadsereg csak akkor tud sikeres lenni, ha a benne szolgáló emberek mind azt akarják, hogy az ügy győzelemre vezessen. Ha ezt nem akarják, ha csak pénzért, ha csak azért, mert nincs jobb dolguk, az a hadsereg soha nem lesz sikeres. És ezt érezték meg, és ezért lett valóban a honvédsereg sikeres, és az 1849-es tavaszi hadjárat valószínűleg a világtörténelem egyik legcsodálatosabb sikere. Egy alig néhány hónap alatt összehozott magyar honvédsereg legyőzi a világ egyik legjobb hadseregét, a világ egyik legnagyobb hadseregét. Óriási szégyent szenved el a bécsi haditanács. Fiatal császár, 18 éves, éppen csak, hogy trónra kerül, hát ilyen körülmények közt kell nekem uralkodni, hogy az alattvalóim engem, a rebellisek, a felkelők egyszerűen legyőzik az én kiváló hadseregemet. Legalábbis azt mondták, hogy kiváló, de hát kiderül, hogy mégse az. És mit kell csinálnom? El kell menni kunyerálni az orosz cárhoz, hogy küldjem el embereket, mert mi nem bírunk ezekkel a rebellisekkel. És az orosz cár egy akkora hadsereget küldött ide, 200.000 emberrel és 60.000-es fős tartalékkal, amilyen nagy orosz hadsereg a világtörténelem még soha nem mozdult meg. Hát azt hiszem, hogy ennél nagyobb sikert nem lehetett volna elérni. Szabadságharcnak tudjuk, mi a vége, egy végtelen, kegyetlen megtorlás. Úgy él a lelkünkbe a 13 aradi és Batthyány Lajos, és Fekete Imre kóspallagi gerilla vezér, akit szintén ezen a napon végeztek ki, és sok-sok száz más honvédtiszt és politikus, országgyűlési képviselő, miniszter, hogy ők egy ilyen szomorúságot jelentenek a szívünk számára. Ha rájuk gondolunk, akkor mindig minden magyar ember szív összeszorul. De én úgy gondolom, érdemes rájuk úgy gondolni, hogy ezek az emberek, amit csodát csináltak, és ez nem egy szomorú történet, ez egy nagyon-nagyon vidám történet. Ezek az emberek ebben a másfél évben, én azt mondom, hogy nagyon jól érezték magukat. Láner Györgyeknek azt kellett csinálnia, hogy a tüzérség számára felszereléseket, ágyukat készített, a katonák kezébe puskát ad, vagy Török Ignác, aki megerődítette Komáromot, Szegedet, Tihanyi félszigetet, óriási tettek voltak ezek. Ezt nem lehetett másképp megtenni, csak úgy, hogyha akarjuk a sikert, és hogyha ezt örömmel, boldogan, teljes odaadásot tettük. Én arra kérem önöket, ezen túl gondoljanak az aradi vértanokra így, hogy ők egy nagyon vidám, nagyon jó történetnek voltak a hősei. Persze innen augusztus 22-23-a környékét, Gyulától Aradig, az egy más történet. Az egy szomorú, igazságtalan,
koncepciós per időszaka, amely miatt valóban nem csak Magyarország, hanem egész Európa le volt sújtva. Aradi vértanúkra emlékezve, én úgy gondolom, hogy a válaszút és az ő választásuk a legfontosabb. Szerencsés nemzedék az enyém is, és az utánam következő nemzedékek is, hiszen amióta én élek itt Magyarországon, nincsen háború. Nagyon bízunk benne, hogy nem is lesz. Katonák itt előttem azért állnak, hogy ne is legyen. De sajnos, ahogy mondani szokták, mostanában nem vagyunk beoltva ellene. Remélem nem jön az életünkbe ilyen válaszút, de ha mégis eljönne, akkor gondoljunk az aradi vértanukra. Köszönöm a figyelmüket. Gondolod, kerül életed útjába egyetlen gátlókő is hiába? Lehet otromba, lehet kicsike, hidd el, ahol van, ott kell lennie. De nem azért, hogy visszatartson téged, s lohassza kedved, merészséged. Jóságos kéz utadba azért tette, hogy te megállj mellette. Nézd meg a követ, azután kezdj el beszélni róla Isteneddel. Őt kérdezd meg, milyen üzenetet küld azzal az akadállyal neked. És ha lelked az Istennel találkozott, utadba minden kő áldást hozott. Oh,
fújja. Én is olyan hárva vagyok, én is elbírok egy kardot. Reszes kard az oldalamon, hozzá puska a vállamon. A vesztőhelyére sáros út vitt, és kikericsek kékjei. 100 év! Meghaltam volna úgy is, vigasztalódott Vécsei. Láner György sírt, és a földre nézett, Damjanich szekéren feküdt, Leiningen, felmentő honvédek árnyát kereste mindenütt. És a táj olyan volt, mint a fácán. Tarlók, fák, vérző foltjai, s ők tarkán libegve hátán lehulló búsz szép tollai. Aradon így. A pesti téren is ütötték a dobokat, de ő nem félt.
csak arca széle vetett rózsálló lobokat. Mosolygott. Mi bánta, ha vége? Branyiszkónál nevét az égre, kardja karcolta az égre. Ő volt Dembinszki hadsegéde, és mi elfeledtük. A miniszter, bár hívták, maradt egyedül. Az Aldunán szólt, mély a gázló, svén ember már nem menekül. 100 év, s az első fordulóra ébredtetek. S lassan róva a lépést méláztatok róla, mit hozott világos Arad. Még árnyunk a kőpadlóra hull, s kihunyunk pisla mécsesek. Sok szép magyar fej, Hervat Rózsa, Lonovics, Barsi, Berde Mózsa, árnyatok felénk integet.